Köszönjük szépen Mariannak a szót, mi is nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az előadásunkon. Amikor az ONK-ra jelentkezni kellett, akkor a mi prezentációnknak az iskola fenntartás és eredményesség problematikája egy dunántúli kistérségben címet adtuk. Mindez talán azzal a hátsó szándékkal, hogyha nem nevezzük meg konkrétan a kistérséget, akkor talán a hallgatóságban ébredő kíváncsiság az arra hajtja őket, hogy minél többen bejöjjenek a mi előadásunkra. De komolyra fordítva a szót, eredetileg igyekeztünk az anonimitást biztosítani ennek a kistérségnek a kapcsán, viszont úgy találtuk, hogy a megszülető adatok vagy a megszülető eredmények azok nem prezentálhatóak teljes értékben akkor, ha csak így anoniman dunántúli kistérségként definiáljuk a vizsgált terepet. Ezért el fogom árulni majd azt, hogy melyik kistérségről van szó, viszont természetesen igazodnunk kell ahhoz a feltételhez, hogy semmilyen olyan információt ne adjunk ki, amit az adatforrás azt nem publikusnak szánt, vagy máshonnan nem rekonstruálható. Az előzményekhez annyit szeretnék mondani, hogy 2010 tavaszán zajlott egy kutatás, ami az ezredfordulót követő helyi oktatás politikai változásokat igyekezett feltárni, és mindez egy tanulmánykötetben jelent meg, ami a dián is látható. Lényegében ennek a kutatásnak a folytatásaként igyekeztünk mi is a 2010-et követő változásokat lényegében esett tanulmányok formájában feltárni, és ennek egyfajta ilyen kezdő vagy pilot verzióját jelenti a dunaújvárosi kistérség. Ennek a bázisán szeretnénk tehát bemutatni azt, hogy a dunaújvárosi kistérség az milyen tanulási utakkal, illetve milyen eredményességi jellemzőkkel mutatható be az országos kompetenciamérés adatai alapján. A kutatás alapvetően 4 kérdést fogalmazott meg. Azért nem hipotéziseket írtunk, mert ez egy folyamatban lévő kutatás, tehát az itt felmerülő kérdések vagy problémák azok nyilvánvalóan még formálódnak. Sokkal inkább azokat a probléma halmazokat igyekeztünk most itt felsorolni, amik egy alapvázat jelentenek, és nyilván ebből még a probléma felvetés és a hipotézisek finomodni fognak. Egyrészt a kistérség legfontosabb területi, gazdasági és társadalmi jellemzőit szeretnénk feltárni. Nyilvánvalóan olyan jellemzőkre vagyunk kíváncsiak, amelyeknek valamilyen köze van az oktatáshoz vagy az oktatás irányításhoz. Egyéb jellemzőket itt nem soroltunk fel. Még egy ilyen típusú alapozó kérdés az, hogy milyen iskolatípusok, illetve milyen iskola fenntartók találhatóak meg a kistérségben. Itt is igyekeztünk a legfőbb arányokat bemutatni. Amelyek már az eredményességhez egy fokkal jobban közelítenek, ez a kistérség az országos kompetenciamérések alapján mutatott teljesítményei, amikből egyrésztről az országos adatokhoz igyekeztünk viszonyítani, itt 2 pontot emelnék ki, ugye egyik a pontszám, tehát hogy relatív vagy abszolút értékben hogy szerepeltek, illetve az alulteljesítőknek a létszámaránya ebben a kistérségben. Másik, illetve záró kérdés az a kistérség tanulóit tanulási utak szempontjából érinti. Itt egyrészt az iskolatípusokat, tehát hogy milyen iskolatípusokban folytatják a tanulmányaikat, illetve milyen földrajz irányokban indulnak meg. Itt akár ugye a kistérségen kívüli jellemzőkre is kell gondolni. A forrásokat most itt nem mutatnám be részletesen, csak azt szerettem volna ecsetelni ezzel, hogy relatíve széles módszertani repertoárt igyekeztünk kialakítani ennek a területnek a vizsgálatához, és valahol talán a területi kutatás vagy az esettanulmány az a két mondjuk ilyen gyűjtő fogalom, amivel legjobban le lehet ezeket fedni. Területi kutatás abban az értelemben is, hogy egy konkrét területnek a jellemzőit igyekeztünk feltárni, meg területi kutatás abban az értelemben is, hogy a térszerkezet, a közigazgatás, illetve az oktatási irányításnak a változása is fontos szerepet kaptak. Nyilván különböző dokumentumok, jogszabályok elemzése jelentette az alapozó fázist, és erre egyrésztről interjúk segítségével, másrésztről pedig különböző adatbázisok elemzésével igyekeztünk mélyíteni ezeken az eredményeken. Az aktuális állapot, mint említettem, ez egy kutatás közben, nyilván irányadó vagy feltáró jelleggel már lehet prezentálni az eredményeket. Amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy dunaújvárosi kistérségről beszéltünk, viszont pont a dunaújvárosi régió az, ami igencsak formálódott a 2013-as változások következtében. Ha megnézzük a kékkel jelölt zónát, akkor ez a dunaújvárosi tankerületet, illetve a
most éppen nem látszik az egér, a Dunajvárosi járás, illetve a Dunajvárosi tankerületet szemlélteti. Ennek körülbelül, hogyha horizontálisan a kétharmadánál húzunk egy vonalat, akkor az a Dunajvárosi kistérség, ettől északra helyezkedik el a Dunajvárosi, az Adonyi kistérség, és ennek lényegében az összeolvadásával jött létre a Dunajvárosi járás, és ennek mentén pedig a tankerület. Ebben a járásban összesen 16 település található, ebből 4 város, amelyeknek nagyon érdekes a mondjuk úgy, hogy a népesség megoszlása. Lényegében szinte mindegyiket az 1000 és 5000 fő közötti lakosság jellemzi. Ezek általában ugye községek, nagyközségek, illetve esetenként városok. Egy darab város található az 5000-10000-es kategóriában, illetve egy darab nyilvánvalóan ugye Dunajváros a 10000 és 50000 fő között. A magának a tankerületnek a teljes területe 650 négyzetkilométer. Néhány olyan jellemzőt igyekeztünk itt bemutatni, ami az előadás második felében bemutatott trendeket érdemben befolyásolja. Az egyik ez a megyében található úgynevezett S-alakzat, ez a sajnos nem látszik az egér, de a Mór, ami ugye itt az észak-nyugati térségében helyezkedik el Fejér megyének, Székesfehérvár, Velencei tó, illetve Dunajváros vonalat követi. Ez inkább hasonlít egy villámvonalra, de a szakirodalom általában ezt az S-alakzatot említi. Ebben az alakzatban, illetve az M1-es, illetve az M6-os által határolt övben elmondhatjuk, hogy alacsonyabb a munkanélküliség, jóval kedvezőbbek a jövedelmi viszonyok, illetve a nagyon jól kiépült közlekedési rendszerrel találkozunk, érteni kell ezt a helyi közlekedésre is, illetve akár a megyeközpont, akár a főváros megközelítésében kifejezetten jónak mondható a Dunajvárosi járás, illetve tankerület. A demográfiai trendek esetében ugye azt kell elmondanunk, hogy nagyon jellemző a szuburbanizáció, ugye a módosabb középrétegek a járásszékhelyből elvándorolnak a környező kisebb településekre, és itt ezeken a településeken így vagy stabil, vagy enyhén növekvő a népesség. A gazdaság az elsősorban ipari alapú, ami nyilvánvalóan ugye a Dunai Vasműnek köszönhető, ugye ez lényegében a országos szinten is a rátelepülő cégekkel együtt a 44%-át adja a fémipari termelésnek, tehát nagyon meghatározó ez a gazdaság szempontjából, illetve a néhány éve betelepült ugye koreai gumigyár, ami szintén elég sok embernek ad munkát. A tankerülethez akkor visszatérve, itt a Klik szervezeti jellemzőiről annyit szeretnénk átmondani, hogy nagyon sok esetben az oktatásügyel foglalkozók az egykori önkormányzatnak az oktatási igazgatóságáról kerültek át ide. Körülbelül 11 fővel dolgozik jelenleg a Klik, 3 fővel indultak, viszont elég magas a fluktuáció ebben a tankerületen belül. Nyilvánvalóan ez egy jó kutatási kérdés lesz, hogy a Klik szervezeti állományán belül miért ilyen magas a fluktuáció. Az iskolák kapcsán ugye azt kell elmondanunk, hogy 22 intézmény, 28 feladatellátási helyen körülbelül ugye 6700-6800 gyermekkel foglalkozik. A 100% arra utal, hogy valamennyi járási településen található általános iskola. A középfokú iskoláknak a kérdése az már egy sokkal bonyolultabb helyzet. Hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tehát a településeknek csak az egynegyedén található középiskola, és ezeknek a kihasználtsága 56%-os. A kihasználtságot azt arra kell érteni, hogy ha összevetjük az alapító okiratban meghatározott maximális keretet, az éppen aktuális létszámadatokkal, akkor gyakorlatilag félig vannak feltöltve az iskolák. Nyilván ez egy nem teljesen precíz vagy a legjobb mutató, de ezért mindenképpen árulkodik a kapacitás feleslegnek a trendjeiről. A gimnáziumok kapcsán itt 4 gimnáziumról beszélhetünk a teljes térségben, vagy a teljes járásban. Ezeknek a klikes fenntartását ezt nagyon nehéz rekonstruálni, mert egymásnak ellentmondó adatokkal találkozik a kutató, amikor ezeket az adatbázisokat vagy nyilvántartásokat kutatja. Tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy mennyi ebből állami fenntartás, és mennyi az, ami tankerülethez vagy máshová tartozik. A szakképző intézmények esetében pedig ugye itt csak Dunajvárosra vonatkozó adatokat közlünk. Itt 13 feladatellátási helyen 4402 tanuló, ami az állami zónát érint, és magánfenntartásban 20/2000, ez ugyanez.
Szót kell ejtenünk a tankerületi kívüli zónákról is, itt nyilvánvalóan vannak ugye nem állami fenntartású iskolák, amelyek annak ellenére, hogy nyilván a tankerület területén helyezkednek el, nem állami fenntartásban vannak, illetve léteznek olyan iskolák is, amelyeknek a székhelye bár egy adott településen vagy kistérségen van, mégis mivel a tagiskolája máshol szerepel, nem azonos a terület, tehát a járás, illetve a tankerületnek a viszonya. Ennek az alapján szeretnénk bemutatni a kistérség eredményességi mutatóit. Még egyszer, tehát, hogy itt elsősorban a déli zónának az eredményei. Köszönöm szépen. Itt volna a váltás. Én ugye az OKM adatokat dolgoztam föl. Létezik egy összekapcsolt adatbázis nálunk Ercsei Kálmának köszönhetően a 2008-as, 10-es és 12-es adatok összekapcsolásából. Ezzel próbáltam egy kicsit játszani, és mivel ez egy pilot projekt, arra gondoltunk, hogy egyébként ez a kutatás Györgyi Zoltán nevéhez kötődik, hogy majd ez egy kistérség, de mind a 9 vizsgálandó kistérségre próbálunk valamiféle kategóriákat kitalálni. Egyrészt ugye azt néztem meg, hogy az országos adatokhoz képest hogyan viszonyul a Dunaújvárosi kistérség adatsora. Azt láthatjuk, hogy az országos adatok egy árnyalatnyival magasabbak, de igazából nincs szignifikáns különbség. Tehát a Dunaújváros ebből a szempontból az átlagot képviseli. Hogyha megnézzük az alul teljesítők arányát, tehát a 1-es alatti meg az 1-es szinten lévők összesített arányát, akkor itt viszont éppen a Dunaújvárosi kistérség van egy picit előnyben, itt alacsonyabbak az alul teljesítők aránya, mint az országos átlag, tehát egy picivel homogénebb közeg ez a kistérség. Azt is megnéztem, hogy 6. osztályból 10. osztályba hová kerültek a gyerekek, és azt tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek fele szakközépiskolába tanul tovább. Ez picivel magasabb, mint az országos átlag. Hogyha az országos adatokat nézzük, akkor nagyjából olyan 38-39% a szakközépiskolások aránya. A szakiskolákban 18% tanul tovább. Ezt, hogyha az országos adatokkal összevetjük, akkor ez egy picit alacsonyabb, mert úgy emlékszem, hogy 21% volt tavaly a szakiskolai továbbtanulás aránya. Ha a gimnáziumot nézzük, akkor összességében, hogy ez nagyjából olyan egyharmados arány tesz ki. Ebből ugye a legnagyobb szelet a 4-osztályos gimnázium, és ennél jóval kisebb a 8, illetve 6-osztályos gimnazisták aránya. Ugye itt egy picit csalás van azért, mert hogy a 6. osztályban készül ugye a kompetencia kérdőív, tehát akik már 4. elmentek esetleg a Dunaújvárosi kistérségből, azt itt már nem látjuk, vagy ez már nem jelentkezik. Azt is megnéztem, hogy váltottak-e kistérséget 6. és 10. osztály között, tehát hogy 6. osztályban még Dunaújvárosban tanul, de 10. vagy Dunaújvárosi kistérségben tanul, de 10. osztályban már nem. Viszonylag szerintem ez egy zárt kistérség, hiszen a továbbtanulók 86%-a maradt helyben, az adott kistérségben, és csak 14% ment el máshová. Iskolatípus szerint, ha nézzük, akkor a szakiskolások azok, akik leginkább otthon maradtak, illetve valószínű, hogy egy 8-osztályos gimnázium van, erősíts meg Zoli, aki 8-osztályos képzés is folytat, ők otthon maradtak, de itt visszautalnék arra, hogy ez nem derülhet ki egyértelműen a kompetencia mérés adataiból, hiszen már azok, akik elmentek 4-ben, azok itt már nem jelenhetnek meg. És ugye a gimnazisták azok, akik legnagyobb arányban, ha lehet ezt mondani, 19%-ban elhagyták a kistérséget. Azt is megnéztem, hogy ki hová ment, és utalva Zolira az elején, azért nem tudtuk anonim módon kezelni a kistérséget, mert pontosan ezeknek az adatoknak akkor nem lett volna értelme.
Tehát láthatóan egy irányba húztak. A hatosztályos gimnazisták a Gárdonyi, illetve a Paksi térségbe mentek. A négyosztályos gimnazisták általában a székesfehérvári gimnáziumokat választották, a második helyen a bajai, illetve a kecskeméti kistérséget, vagyis hát Baját és Kecskemétet, és érdekes módon a szakközépiskolások, akik elmentek, azok többségében Budapestre kerültek, néhányan vannak azok, akik a Móri kistérséget választották. És összefoglalóan a Dunaújvárosi kistérségről a tanulói teljesítmény hasonló az országoshoz, az átlagosnál alacsonyabb az alulteljesítők aránya, és hogyha a mobilitás, a földrajzi mobilitást nézzük, akkor egy zárt kistérségnek tekinthető, ahol ugye a szakközépiskolások és a gimnazisták választják nagyobb arányban más térségeket, és a szakiskolások döntő többsége a helyben marad. Én is már csak néhány kiegészítő mondatot szeretnék mondani az értelmezéshez. Az első ilyen megállapításunk az az lehet, hogy az állami fenntartás túlsúlya jellemző a kistérségben, illetve a járásban is. Ez elsősorban az általános iskolák esetében jelent faktort. Nagyon sok olyan jogalkalmazási problémára vetült fény, amikor nem egyértelmű az, hogy bizonyos iskolatípusok hova sorolódnak be. Jellemzően ez a szakképzést folytató intézmények esetében volt megfigyelhető, illetve ugyanígy a középfokú intézmények többségében beszélhetünk egy fenntartó váltási hullámról, hiszen 2012. mondjuk december 31 és 2013. március 31 között akár három fenntartója is lehetett egy-egy intézménynek. Ez mindenképpen egy olyan változó közeget jelent, ami az egyes intézményeknek az irányítását nehézé teszi. És ami akár itt az Anika által vázalt mobilitási jellemzőket, vagy mobilitási jellemzőkhöz szolgál, adalékul, ez annak a gazdasági determináltsága, a korábban vázolt gazdasági területi jellemzőkhöz való kötöttsége az, tehát például akár Mór kapcsán is, amit mindenképpen még ki kell emelnünk, és köszönjük szépen a figyelmet.